Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket innen a Marriott Hotelből. Lenn a bálteremben már hatalmas a készülődés és nagy az izgalom. Ma lesz ugyanis az este, amikor kiderül, hogy ki lesz az év étterme. Kérem, tartsanak velünk! Elsősorban sonkákat hoztunk Önöknek, Spanyolországban egy spanyol kézműves termelőnek a sonkáit. Mi találkoztunk vele, nagyon aranyosan úgy fogalmazott, hogy ő feláldozza a malacokat ezért, tehát ő nem levágja vagy megöl őket, feláldozza, és évente mindössze 3000 malacot áldoz fel, és azokból születnek ezek a nagyon finom sonkacsodák. Olyan szinten kézműves termék, hogy ezek kézzel vannak vágva, ez mindegyik terméket. A sonkamester a spanyol kisfaluban kézzel vágja, és úgy vákumcsomagolja és küldi nekünk. Emellett pedig hoztunk ajándékba minden kedves vendégnek a párizsi Tiercelen fűszerháztól egy fűszerválogatást. Nekik 30-40 fűszerüket fogjuk forgalmazni februártól. Őket tartják jelenleg a legjobb fűszerháznak a világon. Az majdnem minden három Michelin csillagos étterem őket használja, egyébként itthon a Kostas is az ő fűszereivel főz. Pontosan mit csinál? Hát most éppen a cékla marinádtól tisztítom meg a cékla, úgynevezett cékla szeleteket. Miért kell megtisztítani? Nem, mert friss kakukkfővel van marinálva, és ez nem éppen megfelelő egy ilyen előétel elfogyasztása közben ilyen darabokat találni ezen az ételen. Mi lesz a menü? Mivel készültetek ma estére? Hát mi inkább egy egyszerűbb hideg előételekkel, egy marinált céklasaláta, kecskesajtmusszal és wasabi majonézzel. A második fogás pedig egy homásoláta, úgy szintén egy jégcsapretek eszkbecs, ami végülis egy marinádot jelent, és zöld alma van még mellette. Szeretek mindig kihozni egyéb kis apróságokat, mint például most az olivabogyókat, és a tavalyi felfedezés legalábbis számomra egy Szardínia-szigeti kapribogyó, ami egészen elképesztően jó ízű. Ez ilyen sóban eltett kapribogyó, és teljesen natur, teljesen tiszta ízű, és nagyon-nagyon nagy sikere van, főleg az éttermeseknél. Ez egy óriás dél-olaszországi bogyó, a csizmának a sarka, tehát Pugliából származik. Ez úgynevezett Bella di Cerigno alá, vagy Bella di Puglia. És hát ebben az évben ilyen volt, tehát ilyen óriás lett. Megjegyzem, tavaly évben jóval kisebbek sikerültek, ez hál' Istennek az időjárástól is függ. Tehát, hogy ezek nem egyforma kalibrált termékek, amik ugye ipari szinten állítanak elő, hanem ahogy sikerül az év, úgy jönnek elő. Adhatjuk át januárban a tradicionális Reininger-gálán a legjobb étteremnek járó díjat. Benedek László vagyok a Heineken Hungáriától, és jelen pillanatban a Gösszer csapatot képviselem. Ezzel a Gösszer márkával támogatjuk a rendezvényt, illetve a Dining Guide-ot. Azt vettük észre egy ideje, hogy annyira nagyon erős a marketingje a borászatnak, és annyira nagyon reneszánszát éli a pálinka kultúra, hogy félő, hogyha valaki legalább egy picit nem áll mellé az ilyen jellegű dolgoknak, akkor esetleg a sört annyira mellőzik a vendéglátásból, amennyire egyébként a sör nem érdemli meg. Igazából, amikor nyáron ugye meghirdetődött a verseny, akkor elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mit lehetne kitalálni, ami nem egy ilyen szokványos, hétköznapi pácolás, vagy leves, vagy valami ilyesmi, habár egyébként a receptek között van egy nagyon jó leves. De hogy mi az, ami egy kicsit úgy innovatívabb annál, mint sem, hogy most valamit megfőzünk, vagy megsötünk sörrel. Mi lenne, hogyha én egy kis sört szivatnék vissza a kacsával, mondjuk valami egészen egyszerű víz helyett. Úgyhogy úgy innen jött, utána lefőztem,
megcsináltuk, és íz lett, mert hívtam rá vendégeket is, persze. Köretet is te találtad ki? Igen, persze. A céklát én nagyon szeretem, azt dicsértem már itt a Horász, hogy a céklával abszolút megvettem őt. Én mindig is szerettem, azt mondjuk el kell, hogy mondjam, hogy a kis tücsökben marha jó a kacsa, tehát hogy azt ha mondhatnám végül is inspiráció, nem tudom, de én régóta szeretem a kacsát. És az biztos, hogy az mindig inspirál, hogy legalább egy olyan finom puha kacsa mellett tudjak egyszer sütni, mint a kis tücsökben, még nem sikerül. Egy étteremben az a lényeg, hogy az mindig nagyon jó legyen, tehát nagyon jó alapanyagból, a megfelelő szezonalitást figyelve, a lokális kínálatot figyelve, tehát az, hogy milyen alapanyagok vannak Magyarországon, és lehetőség szerint annak a vendégkörnek, aki hozzánk jár, megfelelő kínálatot adjunk. Ez egy nagyon összetett dolog, de borzasztóan egyszerű. Mit szólsz ahhoz, hogy téged jelöltek szubjektíven az ítézek legjobb séfnek? Meglepett, mert az ember teszi a dolgát, igazából nem a elismerésekre vár, hanem arra, hogy igazából amit tesz, az valahogy úgy a vendégeknek tessen. Az, hogy ezt értékelik, az egy plusz, az egy bónusz az egészben. Ma este mivel készültetek? Ma este nyúlpástamat készítettünk zöld dió lekvárral, bocsánat, sajttal, és egy cigla lekvárral, pici friss tornával és kenyércsipszel. Ez a sós része, és egy pasió gyümölcszelit készítettünk el, ami pici robbanós cukorban, levendes robbanós cukorban lehet megforgatni még, az a kis plusz még az étel. Először egy egyszerű kérdés, mivel készültek a ma estére? A ravioli, azt hallal van töltve, itt készítettük helyben a raviolit, tengeri sügérrel és lazacsal, és sütőtökös krém van rajta, és egy kis sáfrányos ízesítés. És a következő, amikor elfogy a ravioli, akkor pedig risottot fogunk készíteni szerves gombával és egy kicsi mangalicával. Az is akkor itt frissen készül? Így van, itt fogjuk csinálni helyben. Arra nem számítottunk, hogy mi nyerünk. Kétszer már megnyerte a Fausto, 6 éve van ez a díj, és összesen nem tudom, hogy van-e még rajtunk kívül valaki, aki minden 6 évben mindig itt volt. Nagy a változás az ételmeken belül, úgyhogy nem, arra nem gondoltam, hogy idén nyerjük. Hát ma estére még kicsit könnyítettünk a munkánkon, mivel tegnap disznót vágtam, ezért úgy gondoltunk, hogy hozzunk egy kis friss kolbászt, ehhez csináltunk egy újszerű szárazba főzeléket, és külön egy kis kurkát még hoztunk ilyen kóstoló, de ez csak érdekességképpen, és a Toulouse-Lautrecnek van egy békacom receptje, azt csináltuk meg zöldséggel, gombával és libamájjal. Ilyenkor a békának idénye van? Nincsen idénye a békának, de gondoltuk, hogy valami szofisztikált hülyeséget is hozzunk, nehogy azt hívják, csak ilyen paraszkajákkal tudunk fölvonulni. Mit szólsz a Chateauvisz-et? Chateauvisz-t én nagyon örülök neki. Elsősorban azért örülök neki, mert aki megnyerte ezt a díjat, az a séf, ez egy csupa szívember. És ez egy nagyon jó dolog. Magyarországon ez az egyik legnagyobb elismerős étteremnek. Mit szólnak hozzá? Hát fantasztikusan örülünk neki. Igazándiból, ha azt nézem, hogy elég 3 éve működik az étterem, ehhez képest tényleg nagyon-nagyon nagy dolgot rakott le a csapat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy végül is az elejétől fogva egy borzasztóan kreatív és nagyon alázatos csapat működik a Chateauban, akik végül is az volt a céljuk, hogy a hazai megmérettetéseken helyt tudjanak állni. Ugye azt tudjuk, hogy a külföldi megmérettetések, vagy a nemzetközi megmérettetések egyelőre nem nekünk szólnak, hiszen csak fővárosra fókuszálnak. Hát majd később az is eljöhet. Van valami titka a Chateauvisznek? Hát én azt gondolom, hogy nincs azért ebben titok. Tehát mi közel másfél évtizedig tanulmányoztuk azt, hogy a katalán vendéglátás hogy alakul át tömegturizmusból minőségi szolgáltatássá. Én azt hiszem, hogy valami ilyen fejlődést szerettünk volna elindítani a Balaton környékén. Van egy tulajdonosi elkötelezettség, és hát ehhez van egy nagyon-nagyon jó szakmai háttér Stefán Gepártól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kettőnek a jó ötvezete az, ami adta aztán a sikert.
Ma este mivel készültek? Sütőtökleves különböző textúrákban ananásszal és szerecsendióhabbal, illetve ízes francia kenyér libamájhabbal, barna sörzselé forralt bort levegő. Fantasztikus, mindenki azt mondja, nem sikerült még megkóstolnom. Van valami, amit vár ettől a díjtól? Ami valószínűleg ennek a hozadéka lesz, hogy most önök nyerték az év étterme díjat. Hát remélem, hogy sok kíváncsi vendég fog jönni természetesen, hogy megkóstolja, hogy valóban az év étterme lehet-e a Satóvíz. Talán ennyi. Hogyan lehet összehasonlítani az éttermeket? Ez egy nagyon kemény dolog. Ön szerint miben tűnhet ki egyik a másiktól, például itt a 10-ben? Én azt gondolom, hogy csak szubjektíven lehet összehasonlítani az étteremeket, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát minden szubjektív, a szépség szubjektív, az ízlés szubjektív. Olyan sokszor elhangzott, hogy az Isten óvjon attól, hogy az ízlésről álljunk neki vitatkozni, nem? De nincs ezzel semmi baj. Az a jó, hogy sok jó étterem van, és a sok színű. És a sok színűségben lehet topzódni. És oda lehet tenni, hogy én ide szeretek jobban menni, ő meg oda szeret jobban menni. Ez így van jól. Szubjektívnek kell lenni az ítéletnek. És akkor végre szeretném a díjazott